Örkény István klasszikusával a Tótékkal indul az évad ma este a Tomcsa Sándor színházban. A Székelyudvarhelyi Teátrum ezzel együtt idén öt bemutatót tart. Megérkeztek Tóték a Tomcsa Sándor színházba. Mire képes a szülő, hogy a fronton harcoló gyerekét védje? Mekkora az ember tűrő képessége? Van-e olyan pont, ahol elfogy a kiszolgáltatott fél béketűrése és fellázad? Ezekre a kérdésekre keresi a választ a Székelyudvarhelyi Színház első nagy színpadi előadása. A klasszikusok éppen attól klasszikusak, hogy örök, örök, kérdéseket vetnek fel, örök emberi problémákkal foglalkoznak, és a, a Tóték ez egy ilyen mű, ami Érett. Az október 1-i után a következő napok is mozgalmasak lesznek a Székelyudvarhelyi Teátrumban, hiszen október 4-én kezdődik és 9-éig tart a Dráma Hét nevű kortás színházi találkozó.